Az első lépés az alkalmazni kívánt szabványok és a hozzátartozó biztonsági tényezők kiválasztása vagy egyedi beállítása. Rajzolással létrehozunk talajrétegeket, összesen négyet. A rétegvonalak tetszőleges lefutásúak lehetnének, de ebben az esetben viszintes réteghatároló vonalakat alkalmazunk úgy, hogy csak a mélységi értékeket adjuk meg koordináta segítségével. A talajfizikai jellemzők közül a sűrűséget, a surlódási szöget, ahol van ott a kohéziót és az összenyomódási moduluszt adjuk meg. A bevitt adatokat akár adatbázisba is menthetjük egy későbbi feladat számára. A támfal geometriáját egy méretvonalakkal ellátott ábrán keresztül alakíthatjuk ki. Gyakorlatilag bármilyen forma összeállítható. Ugyanitt megadhatjuk a támfal és a vasalás anyagát, valamint a méretezéshez a vasalás betonfedési értékeit is. A támfal mögötti talaj kialakításához először rézsüt vágunk. A támfal talpontjától indított 50 fokos szög mentén, majd egy új talajtípussal, ami most a legfelső rétegű, kitermelt talaj lesz, visszatöltjük az eredeti felszínig. A végleges állapothoz a támfal előtti talajt a támfal alsó síkjáig emeljük ki. A háttöltésre egy felszíni, felületi terhet készítünk, ami egyenletes, 5 kN per négyzetméter intenzitású, a támfaltól 0,35 méterre indul és 6 méter hosszon tart. Jöhet az első próbaszámítás, aminek az eredményeit a támfaltól balra fent található keretben találjuk. Egyedül talajtörésre nem felel meg a támfal, elcsúszásra, stabilitásra és állékonyságra bőven megfelel. Tekintsük át a számítási beállításokat, ahol tudunk úgy rontani a helyzeten, hogy az aktív földnyomást 100%-ban nyugalmi földnyomásként vesszük figyelembe. Ennek az eredménye már kevésbé biztató. A támfal messze nem felel meg sem talajtörésre, sem elcsúszásra, de továbbra is megfelel állékonyságra és stabilitásra. Nézzük meg először, mit tehetünk elcsúszás ellen. A támfal alaplemezének végére készítsünk egy nem túl nagy méretű fogat vagy sarkantyút, és nézzük meg újra az eredményeket. A helyzet nem javult sokat, csupán az állékonyság javult jelentősen, ami eddig is megfelelő volt. Úgy módosítjuk a támfal előtti felszínt, hogy az alaplemez nem a felszínre, hanem a talajba süllyesztve kerüljön. A számítási beállításoknál pedig arra kérjük a programot, hogy vegye figyelembe a talaj ellenállását is. Az így kapott eredmény elcsúszása már rendkívül közel áll a kívánatoshoz, de ez még mindig nem elegendő. Ennek érdekében most megnöveljük a támfal alaplemezét 30 cm-rel, aminek következtében a sarkantyút is mozgatnunk kell, sőt, a rézsüt is áthelyezzük. A támfal immáron megfelel elcsúszásra, már csak a talajtörés jelent problémát. Most úgy módosítunk a támfalon, hogy az alaplemez előső részét növeljük meg 10 cm-rel, majd feltöltjük kereken mínusz 4 méterig, mintegy 30 cm-rel a támfal előtti területet. Az eredményekre visszakanyarodva
Eljutottunk a célunkhoz, azaz a minden szempont szerinti megfelelőséghez. Kérhetjük a programtól a különböző ábrák képernyőn történő megjelenítését, akár ellenőrzés, akár a későbbi dokumentáció céljából. Az utolsó lépésben pedig a dokumentációt nyomtathatjuk vagy exportálhatjuk ki egy előnézeti ablakból vezérelve. Az elkészülő dokumentáció részletesen tartalmazza az egyes vizsgálatok számítási lépéseit és részeredményeit, a méretezéshez pedig az igénybevételi ábrákat és a szükséges vasmennyiségeket.